Halló, my vám čo ulil si cvať. Halló, apujék, el voltak ájulva tőled. Tényleg, anyu, el van olvadva, hogy honnan kukáztalak én össze téged. Halló, Juliuson, drágám, kérdezhetek valamit? Mi? Igen? Te nekem is így megjátszod magadat? Mi? Előadod itt a izét. Nagyon nagy színész vagy te, apukám, csak tudnám, hogy te ezt azonnal szeded elő. Eleve te honnan tudsz éneket ezekről a startupokról, meg pszichológia, jogi háttértudás? Julius, hogyha neked volt valami startupper vagy pszichológus gázsid, és te azért vagy ennyire képbe, akkor te nagyon kapni fogsz. Úgy előadtad magad, ha még rendesen a szüleimet ellenem fordítod, hogy én becsüljelek meg te téged, mert végre egy normális férfi. Ez, hogy te nem tudod, hogy hol a határ, de nagyon átestél a ló túloldalára. Hát nevetséges, mert tényleg Julius az egész. Hazajövök, azt, akkor apu nem engem kérdez, hanem az, hogy a Julius mikor jön át. Mi? Hát apuval te miattad összevesztem. Annyira fújt a Julius. Hát mondom, akkor menj ezt vedd be neki. Ha Julius, megtudom, hogyha te engem is így malmozgatsz, meg te ekkora nagy színész gyerek vagy. Nem? Jó van. De akkor engem tényleg szeretsz, mert most már itt kételyek vannak bennem, én nem akarok emiatt, hogy izé béke legyen. Mert te örülök, hogy apuék most csípnek téged, de azért határokat tudjuk. Meg most mondom, Julius, még egyszer megmondom. Ha megtudom, hogy neked volt valami pszichológus vagy ilyen startupos kis gádzséd, én borítom a bilit. Úgy feldoblak, ha nehogy már én legyek a rossz. Na jó, van, mindegy, de az a lényeg, hogy szerettek téged, igen. És azt mondták, legyünk együtt, és akkor így álljunk egybe. Jó van. Na mikor jössz akkor? Főzetek neked. És már nem csak én, de ma anyu is tölti neked a cigit, igen. Jó van. Na holnap estére gyere megint. Jó van, drága pusztulatom, kis bánat emberem, de imádlak. Szia, Julius. Én is meghalok érted, igen. Csak a tiéd. Csak. Na jó van, Julius. Szia. Én is. Na, szia. Szia. Szia, szia, szia. Na, csáosztok, sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy like jelet. Ha van véleményed, akkor írd meg nyugodtan kommentbe, és válaszolok rá. Ha szeretnél ilyen bátya cuccos termékeket, akkor látogass el a www.bátyashop.hu-ra, illetve iratkozz fel a csatornára. Csókollak!